Folyamatosan gyarapodik a Szabolcs megyei értéktárlista. A bizottság már 2013 óta működik. Nemzeti értékeink azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, egymásra épülő rendszerben történik hazánkban. A témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban Baracsi Endre, a megyei értéktár bizottsága alelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok én is! Beszéljünk már akkor egy picit erről a rendszerről, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Az értékek tára az egy többszintű rendszer, amely mégse egymásra épül, hanem inkább egymás mellett működik. A Hungarikum törvény meghatározta azokat az értéktárakat, amelyek létrejöhetnek településen belül is. Települési értéktárként ezt létrehozhatja akár egy önkormányzat, akár egy civil szervezet. Emellett működhetnek tájegységi értéktárak, amikor olyan értékeket kívánnak bemutatni, amelyek az adott tájegységre jellemzők is úgy gondolják, hogy erre érdemes létrehozni egy tájegységi értéktárat. Itt a megyében például működik ilyen a Rétközben. Létrehozhatták a megyei önkormányzatok a megyei értéktárakat, amelyben azok az értékek szerepelhetnek, amelyek az egész megyére jellemzőek, és a megye arculatát határozzák meg, vagy a megyére való, vagy a megyében valóban olyan értékeket képviselnek, amelyek mindenképpen ebben a lajstromban kell, hogy szerepeljenek. A megyei értéktárak sorában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elsőként lépett, és az elsők között hozta létre, és látta meg a lehetőséget ebben az értéktár mozgalomban, ami azt hiszem, hogy mindenképpen egy nagyon pozitív és egy nagyon előremutató lépés volt. És természetesen létezik a Magyar Értékek Tára, amelyben a kiemelkedő nemzeti értékek szerepelnek. Itt is van több megyei példa is, például, hogyha a pálinkákat megemlítjük, hogy az eredetvédett pálinkák, vagy a szatmári szilvalekvár, amelyek a megyei értéktárba is szerepelnek, a Magyar Értékek Tárába is ott vannak, és a Magyar Értékek Tárából lehet javaslat alapján felminősíteni egy-egy értéket, hogy a Hungarikum címet elnyerje. Tehát akkor mondhatjuk, hogy az előkapuja a Hungarikummá váláshoz. Lényegében mondhatjuk, úton. Igen. Ha jól tudom, akkor mondjuk nem csak épületek, hanem például zenekar vagy együttes is van például konkrétan a megyei értéktárban. Természetesen, tehát több olyan kategória van, amely alapján lehet javaslatot tenni. Épített környezet, természeti környezet, kimagasló kulturális érték vagy életút is lehet a megyei értéktárnak is a része, úgy, ahogy a Magyar Értékek Tárának is. És igen, hát ebbe a 105 értékben, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban szerepel, bizony nagyon sok olyan érték is van, amely akár napjainkban is kimagasló teljesítmény nyújt, és hogyha már éppen itt énekegyüttesről szó volt, vagy zenéről, akkor a Kantemuszt azt mindenképpen megemlíteném, amely mind a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak, mint pedig a Nyíregyházi értéktárnak a része, azt hiszem, hogy ez így helyes. Ez az értéktár pedig folyamatosan bővül. Először is miért érdemes bekerülni ebbe az értéktárba? A legfontosabb szerintem az, hogy tudjunk foglalkozni a saját környezetünkkel, és valóban vegyük észre azokat a csodákat, amelyek körbevesznek bennünket. Azért többszintű ez az értéktár, mert lehet, hogy egy településnek, egy adott kisebb közösségnek sokkal nagyobb értéket képvisel egy olyan, amelyet ők jól ismernek adott közösségeken belül. Lehet, hogy ez megyei szinten már nem is tűnik értéknek, de nekik az egy nagyon fontos dolog. Ezért fontos a települési értéktár, és azért fontos a megyei értéktár, hogy ott pedig azok az értékek szerepeljenek, amelyek, mint az említettem előbb, az egész megyére jellemzőek, és a megyének a hírnevét öregbítik hosszú-hosszú évtizedek óta. És hogy miért fontos bekerülni ebbe, vagy miért lehetőség. Úgy gondolom, hogy ez több szempontból is fontos. Egyrészt azért, mert meg kell tudni mutatni az utókornak is azokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, mert sokszor már lehet, hogy megszoktunk valamit, lehet, hogy már észre se vesszük, mert annyira hétköznapivá válik, annyira megszokottá, és nem tűnik fel nekünk az az érték. Lehet, hogy egy távolabbról jött ember az hamarabb észreveszi, mint mi, de nekünk is nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy tudomásunkra jusson, és mások tudomására is hozzuk azt, hogy bizony mi mellett élünk. Egyrészt ezért fontos, másrészt azért, hogy be tudjuk vonni majd az utánunk következő generációkat is ebbe a munkába, és ők is átérezzék ennek az egész értékgyűjtő közösségnek a szellemiségét, és kedvet kapjanak hozzá. Erre maga az Értéktárbizottság is több lépést tett. Egyrészt pontosan ebbe az évbe futott egy sajtótájékoztató sorozat, amely lépésről értékre címet
viselte értékes barangolás hazánk tündéri mezején, hogyha ezt a szófordulatot használhatjuk, amelyben igyekeztünk mindig egy-egy értéket megmutatni úgy, hogy adott térségre jellemzően mellette a többi értéket is bemutassuk, amely az értéktárban szerepel. Így megfordultunk Állóseményben, Baktalórendházán, a Dégenfeld kastélyban, Vásárosnaményban, ott a Tulinform irodában, amely az értékek gyűjtőhelye lényegében, és voltunk itt például Sóstón a Pálinka házban is. Másrészt pedig egy vetélkedő sorozatot is indítottunk korábban, amelyben általános és középiskolások lettek megszólítva, és ott meg összemérhették magukat azon a területen, amelyet értéktárnak, megyei, települési, vagy éppen nemzeti értéktárnak nevezünk, itt megmutathatták a tudásukat, és ezzel azt a célt szerettük volna elérni, hogy valóban belekóstoljanak, és megszeressék ezt az értékgyűjtő munkát. Tehát élővé teszik gyakorlatilag az értékeket. Így tehát, van. Hogy folyamatosan azért ott legyen a köztudatban az értéktár, bizottság pedig, hát egyrészt hogyan végzi a munkáját, tehát ezt hogyan kell elképzelni, milyen szempontok alapján kerülhetnek be az értékek, és milyen rendszerességgel ülnek össze, hogy erről döntsenek? Hát mi a lehető legnagyobb rendszerességgel szeretnénk összeülni, de ez mindig attól függ, hogy éppen milyen javaslatokat kapunk. Ugye a javaslatok azok megtehetők bárki részéről, akár egy magánszemély, akár egy szervezet, egy önkormányzat is tehet javaslatot. A Hungarikum törvény melléklete az a nagyon egyszerű javaslattételi nyomtatvány, amit ki kell tölteni és pár mellékletet csatolni hozzá, és ahogy ezek a javaslatok beérkeznek a megyei értéktárbizottsághoz, akkor mi összeülünk és ezeket megtárgyaljuk. Az értéktárbizottságnak az összetétele az direkt úgy lett kialakítva, hogy minden szakterületnek legyen ismerője, és valóban olyan szakemberek ülnek ott, akik azt hiszem, hogy igen, komoly szakmai munkát és színvonalat képviselnek, és a döntés az pedig mindig a megbeszélésnek az eredménye, tehát mindenki elmondja pro és kontra az érveit, és én bízom benne, hogy mindig egy nagyon megalapozott és valóban komoly szakmai hátteret képviselő döntés született eddig is, aminek szerintem azért jó példája ez a 105 érték, de még mindig várjuk a javaslatokat, mert tudjuk azt, hogy még rengeteg olyan érték van, amit mi szeretnénk megjelenteni, és egy nagyon fontos mondat elhangzott, arra reagálnék csak egy mondatban, hogy a hét köznapok részévé kell tenni az értékeket, és pontosan ez a legfontosabb dolog, hogy úgy alakítsuk át, mondjuk akár egy példát, a Beregi keresztszemes hímzés úgy jelenjen meg a mindennapjainkban, hogy akár a hétköznapi tárgyakon megjelenjen ez a motívum, mert így tudjuk átörökíteni, hogyha alkalmazkodunk a világnak a sodrásához, hiszen egy gyorsan változó világban élünk, és valóban akkor maradnak meg ezek az értékek, hogyha ezek adaptálhatóak a mi világunkban. Ha jól tudom, két pályázatot nyertek. Így van. Így van, nagyon örülünk annak, hogy két olyan pályázatot sikerült megnyernünk, amellyel egyrészt tudjuk folytatni azt a vetélkedő sorozatot, amelyről már említést tettem. Újra meg lesz hirdetve az értékes barangolás vetélkedő, amely, mint már mondtam, kifejezetten a megyei és hungarikumok, megyei értékek és a hungarikumok közé vagy köré épül. Ez egy nagyon sikeres vetélkedő, amelyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diákok nagyon komoly sikereket értek el országos döntőben is, hiszen a tiszaszalkaiak második helyezést értek el 2 évvel ezelőtt. Bízunk benne, hogy most is hasonló élményekkel lesznek gazdagabbak. Illetve a másik pályázatunk, amely szintén nagyon közel áll a szívünkhöz, az egy könyvnek a folytatása lesz. 3 évvel ezelőtt a Házadba léphetek című könyvet kiadtuk, az első kötetét, amelyben a szatmári középkori templomokat tudtuk bemutatni, és már akkor jóval több anyag készült, és készültünk arra, hogy amint lehetőségünk lesz, akkor ezt a kiadványt folytatni fogjuk, és ennek most erre most eljött az alkalom, úgyhogy a Házadba léphetek 2, az reméljük, hogy hamarosan megjelenik, amelyben már beregi középkori templomokat is láthatnak majd az olvasók. Alelnök úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget.